A gazdaságfejlesztést célzó pályázatok és programok élveznek elsőbséget az új uniós költségvetési források felhasználásában. A megyei területfejlesztési tervek mentén fogják a kedvezményezettek elkölteni a brüsszeli forrásokat egészen 2020-ig. Mint ismert, több mint 100 milliárd forint jut Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe, de az előző ciklusban sem maradt le ez a megye és ez a régió. 2007 és 2013 között a Magyarország által felhasználható uniós keret 82 ezer milliárd forint volt, ebből az északalföldi régióban 307 milliárd forint került összesen. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből 790 támogatott pályázatra 114 milliárd forintot használhattak fel. Az előző ciklusban uniós forrásokban az északalföldi régió élen járt, csak 2013-ban az elérhető források 93%-át kötötte le a régiós fejlesztési ügynökség, amely abban az évben 59 milliárd forintot fizetett ki vállalkozás fejlesztésre, turisztikai beruházásokra, útépítésre, bel- és csapadékvízvédelemre és városfejlesztésre. A debreceni ügynökség időközben átalakult, 2014-ben a humán infrastruktúra fejlesztési projektek is az ügynökséghez kerültek. Ez utóbbi az óvoda, alapegészségügyi ellátás fejlesztését célzó beruházások programokat jelentette. Az ügynökség koordinálja a 2015 végéig elszámolható pályázatokat is, 2014 után sikerült a kifizetéseket is a korábbiakhoz képest felgyorsítani. Az ügynökségen is, ahogyan az új pályázatok megvalósításában is változások várhatóak. Az egyik legfontosabb cél a gazdaság élénkítése, ezért elsődlegesen a gazdaságfejlesztési célok kapják az uniós pénzek nagyobb szeletét. A korábbi bürokratikus szabályozáson több területen enyhítenek, így például az önkormányzatoknak csak egy adatlapot kell kitölteni a pályázáshoz. Ugyancsak könnyebbséget fog jelenteni az egyablakos rendszer, azaz egy projekt megvalósításához nem kell 2-3 pályázatot is kiírni, ugyanakkor gyakrabban fognak ellenőrzést végezni az ügynökség dolgozói. Berki Judit igazgató a vendégem, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Hát az elmúlt időszakban hallhatóak voltak azok a bizonyos milliárdok, azok a bizonyos számok, amit elkölthettünk 2007 és 2013 között. Azt tudva lévő volt, hogy ebbe a térségbe, ebbe a régióba sok forrás jutott, hogyha összehasonlítjuk azokat az összegeket, amit más megyék, más régiók használtak föl. Lehet azt mondani, hogy kihasználtuk a forrásokat, a keretet, jól sáfárkodtunk a lehetőségekkel? Igen, mondhatjuk. Tehát a rendelkezésre álló program keretösszegét azt több mint 100%-ban lefettük kötelezettségvállalás, illetve támogatási szerződésekkel, de hogy az egészet el tudjuk-e költeni, az még a következő hónapokon múlik, még nagyon sok projekt megvalósítás alatt áll, de reményeink szerint sikerül elkölteni is ezt az összeget. Ugye az időszakot hivatalosan az év végén zárják majd le, tehát igen, 2015 decemberében zárják le. Milyen programok vagy milyen projektek maradtak még fenn, maradtak még meg, még az utolsó hónapokban is lehetett pályázni? Hát az Északalföldi Operatív Program keretében pályázati kiírás már nem jelent meg. Ott 2014 nyár elején születtek utoljára támogató döntések, illetve néhány projektet még tartalék listáról támogattak, de újabb kiírás már nem volt. Gyakorlatilag mindegyik prioritásban vannak még megvalósítás alatt álló projektek. Tehát gazdaságfejlesztés területén belül van még néhány telephelyfejlesztési vagy ipari park fejlesztésre irányuló pályázat vagy projekt megvalósítás alatt. Turizmusnál is, turizmus területén is még elég sok nagy turisztikai attrakció megvalósítása folyik jelenleg. Közülük többen majd csak össze fognak zárni. De ugyanígy útépítéses témában közút fejlesztései kaptak még idén támogatást tartaléklistáról például, tehát azok egész év végéig fognak majd megvalósulni. De városfejlesztésnél néhány darab környezetvédelmi témájú projekt is folyik még. Ugye célzottan ennek az időszaknak, az elmúlt 7 évnek az volt a célja az uniós források felhasználásában, hogy az ország, és különösen mondjuk ez a régió, a keleti régió zárkózzon fel, tehát az infrastruktúra fejlesztési beruházások, különböző egyéb más programok, de lehetne itt most sorolni, még a többi beruházást is azt a célt szolgálták, hogy azokat a lemaradásokat hozzák be a megyék, a területek, a régiók, amit már az Európai Unió elvár, vagy diktál.
ön szerint sikerült-e ebben az átfogó időszakban ezeket az elvárásokat teljesíteni, vagy milyen szintre emelkedett tulajdonképpen az életminőség, a gazdasági, infrastruktúrális helyzete a megyének? Hát több mint 1800 projektet támogattunk itt az Észak-Alföldi régióban, amelyeknek nagy része azért a területi kiegyenlítést szolgálta. Nagyon sok helyen az elérhetőség javult, tehát az utak felújítása sok helyen megtörtént. Ez persze nem jelenti azt, hogy még ne lennének felújításra váró utak, de egészségügyi ellátás, oktatási infrastruktúra fejlesztése nagyon sok helyen megtörtént, kis településeken is nagyon sokan jutottak támogatási forráshoz, tehát biztos történt előrelépés. A teljes kiegyenlítődésről azonban szerintem még mindig nem beszélhetünk, hiszen ha csak Szabolcs-Szatmár-Bereg megye programját nézzük, a 2014-2020-as időszakra vonatkozó programját, azért ők is határoztak meg még külső periféria térségeket, tehát azért ők is látják, hogy vannak még továbbra is olyan települések, amelyek felzárkózásra szorulnak. Ugye ez az időszak, ami most áll előttünk, erre még lehetőséget nyújt, tehát lehet azt mondani, hogy ez a kifutási időszak ebben a tekintetben. Jellemző volt a korábbi pályázati rendszerben az a kritika, vagy megfogalmazódott az a kritika nagyon sokszor, hogy mindenki pályázott mindenre, amire lehetett, és nem volt egy megfogalmazott cél, mondjuk egy-egy önkormányzatnak, de akár civil szervezetnek is, és akkor most sorolhatnánk tovább, amit végre szeretett volna hajtani, vagy el szeretett volna érni, és mondjuk olyan beruházások is születtek, amik nem voltak, vagy nem lehettek fenntarthatóak, és tehát nagyon sok minden a pályázati rendszeren múlott. Most ez át fog alakulni, tudjuk, hogy először megszülettek a tervek, stratégiák, és ahhoz ítélik majd oda a támogatásokat, de vajon ez a fajta változás hozhat-e eredményt, vagy eredményesebb forrásfelhasználást ön szerint? Hát nagyon reméljük, hogy sikerül végre meghonosítanunk azt a szemléletet, hogy a fejlesztési elképzeléshez keressék a forrást a pályázók, és ne a forráshoz illesszék hozzá a fejlesztést, a projektet. Tehát ne azt nézzék meg, hogy most megnyílt egy pályázati lehetőség turisztikai attrakció fejlesztésre, ahol a lehetséges pályázók közt az adott szervezet szerepel, akkor gyorsan találjanak ki valami pályázatot ebben a témában. Aztán vagy sikerül fenntartani, vagy nem. Jó esetben azért sikerül ezeket a megvalósult beruházásokat természetesen fenntartani, hiszen azért a 2007-13-as időszakban is nagyon sokféle értékelési szempontnak kellett megfelelni már a pályázat benyújtásakor is, ahol azért vizsgáltuk, és garanciákat kellett vállalniuk a pályázóknak arra, hogy fenn fogják tartani a megvalósuló projektet. Sajnos néha azért előfordulnak nem várt problémák is, amik miatt esetleg nem sikerül fenntartani, de nagyon remélem, hogy azzal, hogy picit változik a rendszer, egyre inkább a fejlesztési elképzelések fognak megvalósulni, azok, amelyek jól megalapozottak stratégiákon alapulnak, és azokhoz keresik meg a fejlesztési forrásokat, és nem fordítva történik. Ugye az is fontos volt, hogy milyen célokra kerül egy-egy régióba az a bizonyos uniós költségvetési támogatás, mert hogy voltak megyéknek, területeknek preferált céljaik, stratégiai ágazataik, turisztika, mezőgazdaság, stb. Ezek jól bevált elvek voltak? Hogyan látják már most? Hát a 2007-13-as időszakban picit nehezen lehetett ezeket érvényesíteni. Még 2007-8-ban megpróbáltunk elég erősen harcolni régió-specifikus kiválasztási szempontok mellett. Többé-kevésbé sikerrel jártunk, bár nagyon nehéz azt mondani, hogy valamelyik ágazat egy meghatározó egy térség tekintetében, hiszen számos érdeklődő esetleg egy másik ágazat iránt érdeklődne, illetve arra szeretne pályázni, ott szeretne fejleszteni, és nehéz megindokolni és felvállalni azt a döntést, hogy mi őt támogatjuk, ezt a tevékenységet, viszont ebben a térségben nem. Úgyhogy nem biztos, hogy ezt sikerült teljesen maradéktalanul megvalósítani. Az biztos, hogy előnyt élveztek időnként egy-egy kiírásnál azok, akik egy meghatározott térségből vagy meghatározott tevékenységre nyújtottak be pályázatot.
Azt nem vizsgáltuk még meg, hogy ez a döntések, a megvalósult projektek szempontjából mit jelentett. Sikerült-e minden esetben ezeket a szempontokat érvényesíteni, vagy mivel elég sok értékelési kritérium volt, ezért ez nem biztos, hogy tudott érvényesülni. Ugye a kezdetekben az is félő volt, hogy minden forrást ki tudunk-e használni, nem volt még megfelelő rutinunk a pályázatírásban, a pályázatokon való szereplésben, illetve hát azért meg kell mondani, hogy túl szigorúnak véltük az uniós ellenőrzési metódust is. Most már azt mondják, az új rendszerben könnyebb lesz a pályázatírás, vagy nem is kell pályázatot írni, gyorsabbak lesznek, még gyorsabbak a kifizetések, és az a bizonyos önerő, saját erő is megelőlegezett lesz bizonyos projekteknél, bizonyos pályázatoknál. Lehet azt mondani, hogy most már kellő rutinnal a hátunk mögött indulunk neki a következő ciklusnak? Mindenféleképpen sokat tanultak mind az önkormányzatok, mind az egyéb szereplők. Nagyon sok pályázatíró is megszerezte a kellő rutint. Ha egyszerűsödik a rendszer, az nyilván mindenkinek csak egyszerűbb, könnyebb lesz, úgyhogy én nagyon remélem, hogy hasonlóan sikeres időszak előtt állunk. Az ügynökségre milyen feladatok várnak, vagy milyen szerep jut ebben a nagy struktúrában, hiszen az tudva lévő, hogy a megyei önkormányzatok átvetik a területfejlesztési feladatokat, már csak nagyon röviden. Ez egy olyan kérdés, amire jelenleg még nem tudunk pontos választ adni. Mi is itt a következő hetekben, következő néhány hónapban várjuk erre a választ elsősorban tulajdonosainktól, illetve az irányító hatóság, a Nemzetgazdasági Minisztérium vagy egyéb minisztériumtól. Köszönjük szépen Berki Juditnak, hogy itt volt nálunk.